Miközben az érintett csapatok már az elődöntőkben küzdenek egymással, a Nyíregyháza Blue Sharks legjobb esetben is az 5.-8. hely valamelyikét szerezheti meg. A Vasas elleni kiesés még sokáig téma lesz kosaras körökben, de a csapat szakmai stábja már előre tekint, és igyekszik megtalálni a megfelelő motivációt ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki a hátralévő meccsekből. A felkészülés nem mondható ideálisnak, a hangulat miatt sem, és azért sem, mert 4 játékos nélkülözni kellett az edzéseken, Busz Iván, Cura Attila, Olá Zoltán és Vida Zoltán ugyanis vasárnaptól keddig az egyetemi bajnokság döntőjében képviselt a Nyíregyházi Egyetemet. Természetesen nem ilyen párharcra készültünk, de ha már itt vagyunk, akkor úgy gondolom, hogy mindenféleképpen fontos számunkra, hogy megszerezzük azt az 5. helyet, ami elérhető még a legmagasabb helyezésként számunkra. Meg kell, hogy találjuk azt a motivációs tényezőt, ami segít abban, hogy ezt elérjük. Úgy gondolom, hogy a következő szezonra kell figyelnünk, és most érkezett el az időpont, amikor nem ez a legjobb helyzet természetesen, de elérkezett az az időpont, amikor lehet bizonyítani azt, hogy ki alkalmas arra, hogy a csapat további tagja legyen, továbbra is együtt dolgozzon a csapattal, és ki az, aki nem alkalmas arra, hogy megfelelő szinten tudjon teljesíteni. Remélem, hogy a srácok ezt érezni fogják, és önmagukat is fogják tudni motiválni azért, hogy tudjuk megszerezni ezt az 5. helyet. A Nagyköröstől az alapszakaszban idegenben kikaptak a Cápák, hazai pályán viszont legyőzték jelenlegi ellenfelüket Nagy Krisztiánék. A mostani párharc kuparendszerű, és semmilyen szempontból nem mindegy, hogy milyen eredmény születik az első mérkőzésen. Kellemetlen ellenük játszani, de úgy gondolom, hogy ezen is túl kell lépni, azért az alapszakasz mérkőzésen, amikor egymás ellen játszottunk, egy szoros mérkőzésen kaptunk ki Nagykörösön, amit nem lett volna szabad nekünk megengedni, de így történt. Úgy gondolom, hogy szoros mérkőzésre most is mindenféleképpen van esélyünk, utána pedig hazai pályán meg kell oldanunk azt, hogy mi legyünk a jobbak, és ebből a párharcból mi jöjjünk ki kedvezőbben. A csütörtöki első találkozót követően a visszavágót vasárnap rendezik a Continental Arénában. A továbbjutó csapat a PVSK Miskolc párharc győztesével játszik majd az 5. helyért.